ébresztő, megérkeztem. Szia! Jó jöttél, majd elújtom. Gyere, nézzük meg a lakást! Nézzük! Tavaly áprilisban hirdettük meg versenyünk győzteseit. Vanda a Metrodom külön díjasa volt, mert lakóparkos lakásba tervezett megoldásai nagyon egyben voltak. Nyereményeként az általa tervezett lakást meg is valósíthatta, és néhány hónap múlva valóban neki is láthatott a feladatnak, amivel végül karácsonyra végeztek. A munka legdurvabb időszakában mi is bekukkantottunk a lakásba, megnéztük az állapotokat. Ez a legizgalmasabb időszak egy lakás életében, a lakás berendezése, amikor minden funkció a helyére kerül, és hirtelen kiszélesedik a tér, ahogy kerülnek be a bútorok. Tényleg így van, bármilyen furcsán is hangzik. Ahogy a tervek szerint is szerepelt a főfal, ez a zöld fal lesz, ahol végig fog futni egy fém szerkezet egészen a konyhán keresztül. Lényegében ez a fő összetartó ereje a lakásnak. Ipari hangulatú, kicsit loftos, kicsit férfiasabb szobát, illetve a lakást szerettünk volna kialakítani. Az étkező asztal nem is kicsit, 49 négyzetméteres lakásban vagyunk, azért itt elfér bőven akár 6-7-8. Nagyon passzol az egész ez a kanapé is, ami nem tudom meddig keresgettél, hogy pont meglegyen ez a zárt szervényes jellege, loftos jellege. Érdekes, hogy ezt kérdezed, mert pont a kanapé eredetileg nem ezzel betervezve. Imádom ezt a dohányzó asztalt. Én is. Nagyon szép. Ez egy fa és fém lábakon. Muszáj megkérdezni, mennyibe kerül. Kevesebb, mint 40 ezer. Tényleg? Ugye a konyha szerves része a nappalinak. Azért is lett ide tervezve ez a fém elválasztó, hogy valamilyen szinten szeparáljuk, viszont nem akartam teljesen lezárni, hogy mégis legyen egy ilyen közvetlen hatása. Egy antracit konyha fa tölgy kiegészítéssel lett. Alapvetően azért választottam, hogy sötét színe legyen, hogy ez is illik ez a loftos, kicsit férfias hangulathoz, de azért mégis a fa az feldobja. Na most látok a nappalira, hogy mennyire sokféle zöld van, mert ez a sokféle antracit meg szürke. Ezek a lámpák a zsinórjai lógnak, az ilyen szándékos volt, nyilván nem véletlenül hagytatok itt a kábeleket. Így van, természetesen, hogy ez is egy része a ipari hangulatnak. A WC külön van a fürdőszobától. Nehézség volt az, hogy hogy alakítson ki a WC-t, úgyhogy ne legyen unalmas, és egy kicsit tükrözze a kinti hangulatot is. Ezért behoztam a fekete színt, illetve az antracitot felülre egy felső szekrény formájába. A három szoba az lakásnak az egyik legfényesebb szobája, ezt most látjuk is, mert jókkor kapjuk el. A három szobában alapvetően fehér bútorokat szerettem volna, mindenképpen még világosabban hason, viszont a burkolat, ha lenézünk, ez egy chillei tihó, ez egy viszonylag meleg, középmeleg burkolat. Ez alapáros vagy feláros a Metrodomnál? Ez a burkolat feláros, viszont vannak nagyon szép alapárosok is. Vannak azért növények, amik ilyen kicsit olyan lágy és tervezett közeli és ilyen feminim vonalat visznek. Vannak ezek a kemény vas tartók, amik így az egészet így megfogják, és van ez a miniből lényfej, ami meg az egész egy ilyen, hát nem is tudom, mint egy ilyen íre a pontot. Így van. Rímel a nappaliba látható fénybúrákra. Ez egy ilyen kicsit bőrhatású textil. Imádom ezt a lámpát. Izzó nincs benne, de... Hogy van? Ja, de van, azt hittem itt van. Beraktam egy ide egy puha szőnyeget. Asztal! És nézd meg tök. Ez nem puha, nem is érzem. Nem is érzékeli a kezem, hogy itt van valami. Januárban, és egy szál hosszú ujjú pólóba kiültem, mert annyira meleg van itt az LTE-en, mert erre megy a nap végig, és most még... Igen, így fordul be. Egy óra van, hogy... Valamire felmelítette. Egy ekkora erkély van a ház, itt van a klíma kültéri, itt meg le lehet ugrani, és akkor jól meghalt. Az ilyen loftos berendezéseknek, illetve a kiegészítőknek így durván 3,5 millióval jött ki. Ez összesen négyzetméter, és ebben van a... Benne vannak a beépített bútorok, a gépek, a mobíliák, illetve az kisebb kiegészítők is. Ugye ez azért is bemutató lakás, hogy bárki szeretne megnézni, milyen lakásokat, milyen minőségben és milyen feltételekkel adnak ki itt a Metrodom parkban, akkor ugye ez a lakás megtekinthető bárki által, és ezek a feltételek megnézhetőek. A lakások elég komoly hő- és hangszigeteléssel épülnek. Ez egyrészt meglátszik a fűtési és hűtési számlákon, de engem ennél is jobban érdekel, hogy a lakások közötti mészhamok téglák, amiket hangátló téglának is neveznek, és az úsztatott ajzatbetonos hangszigetelő födém hogyan teljesít. Halljuk el szomszédokat? Lássunk néhány extrém hangterhelést, amikor a szomszédban nagyon hangosak.
Ez egy marhas kegyelmű szó lenne, de egy nagyon kicsit. Lejöttünk, ott van felettünk az a lakás, ahol voltunk, ami elkészült a vandáig, most lejöttünk egyen lejjebb, és megkérjük Nikit, aki fennmaradt, hogy kicsit zubogjon, és meghalljuk, hogy meghalljuk-e. Szia, Niki, ugrálhat! Hát ez hallatszik egy picit. Nem olyan, mint a panelben, amikor ugyanez így a agyadban hallott. Tehát érzem azt a hangát, a réteget, a nagyon távolnak tűnik ez az egész. Sosem mondanám, hogy fölöttem van például. Azt gondolnám, hogy körülbelül 5 lakással alapébb és 3-mal feljebb, de hallatszik. A lakások különlegessége még az okos otthonrendszer. Ezekbe a lakók is integrálhatnak eszközöket, de alapból tartalmazzák a nyilászáró nyitás érzékelőit, vagyis ellenőrizhetjük, hogy nem hagytunk el nyitva valamit, akár távolról. Beállíthatjuk télen a fűtés, nyáron a hűtés fokozatait, egy helyről tehát elérhető az összes termosztát és redőt. Ugyanígy a lámpák, kibe kapcsolhatjuk őket az előtérből vagy az alkalmazásból. Az otthon tudja, ha elmegyünk otthonról, vagy megérkeztünk haza, így eszerint állítja be a termosztátot, lámpákat. A Metrodome Park legnagyobb előnye a hatalmas park, amit pont azért tudtak ilyen bőkezően adni, mert nem a belső kerületekben járunk, ahol nincs erre lehetőség. Már körvonalazódnak a határok, a játszótér, ami a lehető legtávolabb került az ablakoktól. Oda inkább a rózsakert és hasonlók jutnak majd. Bár a növényültetés nyilván tavaszi meló. A gyerekes családokra különösen nagy figyelmet fordítottak, korosztályonként más és más helyre mehetnek a gyerekek, másfél éves korig a baba játszó, azután a játszótér, majd a pingpongasztalos plac várja a nagyobbakat. Aki meg szeretne mindettől távol pihenni, a meditációs tetőket részezhet fel. Ez volt a Metrodome Parkban épülő bemutatólakásunkról szóló videósorozat harmadik befejező része. Az első részben Vanda megkapta a megbízást, a második részben nagyban benne volt a kivitelezésben, és most pedig bemutatta nekünk a kész lakást. Ami nagyon jól megmutatta nektek, hogy mit lehet kihozni egy szerény méretekkel rendelkező, újépítésű lakóparkos lakásból, ha egy ügyes tervező áll neki. Vandát elértek rajtunk keresztül, a Metrodome Parkos lakásokat pedig az alul található linken. Mi pedig találkozunk legközelebb. Sziasztok!